Na, kiskezit csókolom a mindegyikőtöknek. Műszaki vizsgája az utánfutónak megtörtént. Ha! Csodálatos helyen! Gondolom az itteniek legnagyobb örömére. Meg az enyémre is. Jó van. Nem mentünk rá. Kövekre se, sziklákra se, árokba se. Király. Forduljon balra, majd forduljon balra. Balaton, Fenyves egyébként egy szép hely. Kis régi szociál nyaralókkal. Ó, de jó, kukásautó is van, fasza. Forduljon balra. Itt megpróbáljuk megvárni. Nem gondoltam soha, hogy én itt fogok... Ja, hogy bementek oda? Igen. Oké. Okay. Hogy én ide be fogok egyszer jönni. Valami dolgom is lesz a fenyvesi nyaralók között, de hogy pláne kamionnal, azt mondja, végképp nem gondoltam volna. Ez jó kis pofás kis nyaraló. Tehát ezeknek is olyan horror ára van, gyerekek. Hú, csém. Tehát akkor inkább kicsit hozzáteszek, azt veszek egy házat az Adrián. Top táblánál megállom, mert top tábla van. Már vonal nincs felfestve, hogy nyugodtan előre jöhettem volna. Hát mondom, hát ha jön egy vicajos nagy lendülettel, azt akkor nehogy izé legyen koccanás. Ja, egyébként rakottan voltam bent, tehát csak azért mondom. Öt lerakó! A kicsit verde a kép, miért nem szóltak. Egyébként ez a legjobb a téli Balatonban. Nulla forgalom. Ilyenkor kim vannak itt fenyvesnél a 70-es táblák. És 5 tonnás tiltásban voltunk. Vendeztem a sorcot, aki megnézte, már látott mindent. Na! Lerakás. Első Fehérvár, második Tatabánya, harmadik Buda, Hengermalomút, negyedik Cegléd, ötödik pedig Szeged. Aztán a többit meglátjuk. Bemegyek a izé Szavastrandra, de hát 8 tonnás korlát. Jól van, akkor nem megyünk be. 8 tonna. Inkább bementem helyett az 5 tonnába. Ebben mikor lett Aldi? Fenyvesiek. Régen jártam már erre. Ugye jobbára autópályán szoktam, mert Pesten amúgy dolgom nincsen. Ha csak nem kamionnal megyek. Amikor anyámékhoz mentünk, meg Pestre mentünk egyéb dolog miatt, akkor is a pályán mentünk, aztán nekem ez itt új, hogy itt ebből az ABC-ből Aldi lett. Persze jó, mert az ABC, amit volt, az nagyon leharcolt volt. Igen, a végét rúgta. Hogy úgy mondjam, meg itt ez a izé is. Nem tudom, mi volt itt, piac volt régen meg.
De ez is nagyon le van épülve. Itt balra mi volt. Ja, itt az autó, az építő kereskedésben. Ja, most csak közben hangosan gondolkozom. 400 méter múlva forduljon balra. Persze még mehetünk valami itt a Balatonparton, csak szerintem jövő héten sérnék le Szegedre akkor. Fú, gyerekek, azért nagy ajándék az autópálya, így hogy létezik. Mindig az lenne Magyarországon, hogy így az ország közepéig lennének elhozva az autópályák. Majd az egy halál lenne. Hát még nagyon bemenni, így se kell normálisan. Persze. Lakópihenő, meg nyaralóövezetről beszélünk, nem egy izéről. Ipari parkról, szóval nyilván nem. 400 méter múlva haladjon szabták nagyja a helyeket. Majd hajtson fel az autópályára. Valahol érthető is. Jaj, de jó! Nem fog tudni bemenni a Fehérvári Osamba, mert az meg már le van zárva a kamionok elő, ami biztos ott hédezett a sok tróger. Aztán elege lett a vezetőségnek, amit valahol meg is értek. Fehérvárról lerakottam. Ott is találkoztam nézővel, beszarás. Mondjad, és hát, hogy jó, hogy nem akartam nevet mondani, de hát megegyeztünk. Nem egyeztünk meg ebben, hogy most mondjam, nem mondjam, mindegy. Úgyhogy, na, hát Borsodi Ádám. Hát mondom, igen, meg azt hittem, hogy... És pont a monitorra nézett a srácok, azt hittem, benne vagyok a rendszerre. Hú, mondom, akkor nagyon várhattak. Aztán mondta, hogy... Na semmi, csak unalmas percében meg szokta nézni a videókat. Szegény! Jobbat vár, csak velem kellett beérnie. Hát na, azért mégsem olyan látványos, mint fűszoknyában lejtő brazil táncos lányok. Na, azért ebben megegyezhetünk. Na, én már megint innen Fehérvár felől támadok Tatabánya felé. Ugye mondtam, az a második, ja, a második lerakó. És hát nem Zámoly felé megyünk, srácok. Én ezt nem tudtam, hogy 3 vagy 4 éve bevezettek olyan törvényt, hogy harmad, negyedrendű úton nem lehet közlekedni kamionna. 7,5 tonna fölött, mert hogy a tábla ugyan nincs kint, de hogy a törvényileg van egy ilyen rendelkezés. Ezt mondják nekem, hogy ne zámolj fele, erre a 811-es főúton. Dik mondom, mi van? Mert hogy ugyan tábla nincsen, tehát elvileg, hogyha valami basz van, nem lehet járni a főútvonalakon, akkor le lehet menni a harmad, egyed, ötödrendű, tököm tudja hányadrendű utakra. És akkor, hogy arra ugye elkerülni. Szóval ugye múltkor totál illegálban nyomtam Zámoly felé, örülhetek, hogy nem vett ki a rendőr. Meg így akkor tulajdonképpen én totál illegálban járok Barcs Vízvár felé, Mohácsra, meg vissza ugye. Tehát Barcstól mehetek én Barcs felé, és akkor úgy Kanizsa felé, nincs az a baj, hogyha a 6-os főút után Barcstól a 68-oson megyek föl Böhönye felé, és akkor onnan meg a 61-esen elmegyek Kanizsa felé. De ahogy én szoktam menni, hogy Bolhó, Vízvár, Bélavár, Somogyudvarhely, Berzence, arra nem mehetnék. Gyerek, mondom. Pedig egyébként ott is kim voltak a rendőrök, már nem egyszer. Egyszer... hol jön be a 681-es? Várj, mindjárt mondom. Jó volt ez a nézet. Mindig elfelejtem a települések nevét, melyik miután jön, meg hogyan van. Barcs után... Drávaszentes, Komlós, Diges... Ja, Babócsa! Babócsa előtt van a körforgalom, és előtte van egy...
hát most a MOL-nak vagy valami gáztározó, vagy gázbeérkező, mit tudom milyen, vagy valami olajkút, vagy olajbeérkező, akármi csodája, vagy olajfinomító, hát franc se tudja, mindegy, nem is lényeges. Oda beállt a rendőr, hogy elengedjen. Én meg azt hittem, hogy majd utána jön izélve, hogy most mit csinálok én itt. Tudja, villogva, hogy kivesz. Aztán semmi. Utána pár héttel később meg ugyanez a helyszín, körforgalom, elmegyek balra Babócsa felé, és amit mondtatok, hogy elmosta azt a hidat majdnem az áradás, amikor a nagy esőzések voltak valamelyik nyáron, azt hiszem, nem tudom, ott a két híd előtt kínáltak a rendőrök, ott is, ami beugróba. De ott kint is álltak úgy, hogy kint az autó előtt ácsorogtak, aztán nézték a forgalmat. Tehát, hogy nem, hogy az autó kínált, és ők benültek, aztán nézelődtek, hanem, hogy kiszálltak, és a lábukon álltak az autó előtt. Hát mondom, akkor nem megyünk gyorsan, csak szépen komótosan. Amúgy is száraz a két híd, ugye ezt már kitárgyaltuk akkor abban a videóban, vagy korábbi videóban. Nő, és akkor se foglalkoztak velem, de ezek szerint én arra amúgy nem is mehetnék el. Meg ugye arra amúgy se nagyon foglalkoztam ezzel, hogy most lehet-e menni, vagy nem, hát mert egyrészt ugye nincs kint a tábla, ezt mondtam. Másrészt meg vannak ott, akik otthon parkolnak a kocsival ott a főút mellett. Jó, tudom, persze, célforgalomba akkor bemehet, mert ugye ott lakik, hogy lakcímkártyával tudja magát igazolni, és hogyha az megy az autóval, és ott áll az út szélén, forgalmat nem akadályozza, tehát most ilyen ne legyen ebből itt fennakadás, nem úgy, ahogy én, hogy betolod a kis utcába, de egyébként ugye mindegy, a kis utcában meg az a baj ott nálunk, hogy ugye 8-tonnás tábla van, lényegtelen. És ugye abból a kamionból, ami ott áll oldalt, bár a múltkor már kettő állt, nekem egyértelmű volt, hogy arra járnak kamionok, járhatnak kamionok, hát mondom, akkor járok én is arra. Hát nem. Csak akinek ott van dolga célforgalomban. Gondolom célforgalom, nem tudom, elolvasom az erre vonatkozó törvényt. Aztán akkor ők járhatnak arra. Meg hogy más kamion. Múltkor túlméretes jött ott szembe. Bélavár után, vagy Vízvár után, nem tudom, hogy Vízvár után, ja, hogy kérünk a faluból, ott tekergünk jobbra-balra a domb tetején, és akkor utána fordunk le jobbra a vasútállomás felé az átjáróhoz. Ez túlméretes, baszki, majdnem le kellett mennem az árompartra, hogy elférjük. Hát jó, persze, lehet, hogy oda ment valahova. Meg ugye múltkor, meg amikor mentünk arra föl Zámoly, oroszlány felé, hát akkor is boldog-boldogtalan kamion arra jött. Akkor ezek szerint ők sem átmenő forgalomként tranzitban, hanem valahova odaérkeztek, bocsánat csak. Csuklok, befizek, minden, van itt minden, gyerek, van itt minden. Úgyhogy akkor maradjunk abban, hogy akkor a 811-esre jövök el. Jó, végül is, ahogy elnézem, vannak ilyen felújított szakaszai, csak én már régen jártam ezen az úton, és emlékszem, hogy akkor egy határszar volt. Bár Fehérvár meg e között a felújított szakasz között még a mai napig egy határszar. És szerintem arra felcsút Bicske között is még mindig egy határszar. És ott az egyesein milyen kurva jó lesz kifordulni balra nagy évben, négy sávosra. Örömbódottá, de hát akkor már nem fog elmenni jobbra Bicskére az M1-esre, aztán úgy eltett a Bányára. Hát akkor már elmegyek végig balra, ahogy a múltkor is. Arra Csákányos puszta felé. Ja, csak az nem lehet. Amikor Tatabányán kóvályogtunk az AGC-be, aztán mondtam, hogy nem tudok a gálon végig menni. Na, nem gál, hanem meg nem is Ságvári, hanem mit tudom én, micsodának hívják. Hogy úgyhogy ez van. Forduljon balra. Mert ott az egyes főút járható. Bicske felé, ha elfordulnék, az M1-es elágazása után nem járható. Azt hiszem 7,5 tonnás korlátozás van. Faszikám ezzel a sárga
autóval már igen erős jól indulatta is, csak a sárgája jött át, de hát az vesse rá az első követ, aki nem ment még át sárgán. A legnagyobb tiszteletem az... megálltam a stoptalban, ne szálljatok be, csak nem ment akkor még a felvétel. Szóval a legnagyobb tiszteletem az alcsúgy doboziaknak. Fiúk, lányok, hölgyek, urak. A legmélyebb tisztelettel kérdezem, hogy a bánatos ferde faszba sikerült ezt a doboz szót a falu végének, nevének végére tenni? Ez, hogy doboz, ez miért lett ez doboz? Honnan jött ez, hogy doboz? Van amúgy sima alcsút, vagy... Mert hogy felcsút van, azt tudjuk. ezt nem kell... Nem kell részletezni. Az lesz a következő falu amúgy. De hogy... Most akkor... Tehát, hogy alcsút, az nincs. Mert most jöttünk el az arborétum mellett, azt tudom, hogy létezett eddig is, hogy alcsúti arborétum. Vagy valami ilyesmi neve van. De hogy ez így, na, hogy ez a doboz. Engem ez érdekel most így, ez a lényeg, hogy ez, hogy doboz. Most ez így, miért? Hogy ez honnan? Hogyan? Kinek az ötlete volt? És miért pont a doboz? Miért nem mondjuk pumpa? Legyetek kedvesek, már kommentbe homályosítsatok föl, légy szíves, hogy ez honnan? Miért doboz? Mitől doboz? Na azért látjuk, még a önkormányzati pénzem meg lett csinálva mindegyik kocsibejáró, letérkövezve, még az is, ahol nem lakik senki, már veri a gaz, de minden térkővel szépen ki van rakva. Patika járda, patika út. A fűtött buszmegálló még hiányzik, de amúgy érezzük, hogy felcsút vonzás körzetében vagyunk. Jó, de nem sajnálom, mert a csút doboz vége, üdvözlők felcsúton. Figyelj, még ki se értünk a faluból, de már itt üdvözöl minket felcsút. Beszarok. Még ott se volt a település vége tábla, de már kim volt, hogy a következő, hogy üdvözlők felcsúton. Hát én beszarok. Szóval nem sajnálom, én ezt elmondtam annól nektek a tramtrainnel kapcsolatban is, hogy ez az országgyűlési képviselő feladata. Na, hát most én megmondtam akkor is, hogy ha én kerülnék a húsos fazék közelébe, én is zalába tolnám, de zalába tolnám a pénzt. Ott lenne is hova. Bőven. Úgyhogy nincs ezzel baj. Elvégre azért politikus az ember, hogy fejleszt az országot. Csak itt az a baj, hogy viszont mindenki csak a saját kis körzetére gondol. Ami az ugye azért a többiekkel szemben nem túl igazságos. De hát az élet már csak ilyen igazságtalan szarhely. Ötvennel megyek, mi az anyádat lassít? Csak nézd már azért a fénytáblát, beszarok, baszki. Dik még lebasz. Öcsém, és be is veri elém a pirosat miatta. Hogy rohadjál meg anyádba. Akkor mivel menjek, baszki? 38-a, hogy neked jó legyen? Jó, te Isten, ezt melyik találta ki? Be van ez is kalibrálva. Na? Jó van. Megóródtuk. Úgy látszik, felcsúton az 50, az... A 40 az új 50. ez egy másik dimenzió, úgy látszik. Más szelek fújnak itt. Ú, de kibaszott gúnyos vagyok. Ó, te jó Isten. Ezt megszokhattátok. És miért nem fordulsz be, baszki?
Hallod, még a piros lámpán állt, amikor a traktor itt megállt, hogy hát akkor jó van. Ugye, mert ott meg ott a busz. Ó, bocsánatot kívánok! Ho-ho! Az a fasza. Az a kemény. Ja, nem kell kiabálni, hogy itt vagytok a szám előtt. Ezt mindig elfelejtem, hogy már használom a telefon, ezért itt a font funkcióját. És itt a... Na nem merek már 50-nel sem menni, inkább belövöm 48-ra, hát ha az még belefér pont. Szóval, hogy használom a telefonnak a headsetjét, meg a diktafon funkcióját, úgyhogy nem kell kiabáljak. Hát a megszokás, az megszokás, tudjátok. Itt most már úgy kell beszélnem, hogy ilyen mélyen duruzsoló hangon, hogy a fületekbe egye a rosszabb, a, nem tudom, a hangomat, hogy aztán legközelebb is kattintsatok és engem nézzetek. Engem nézzetek. Befejeztem. Úgy látszik, itt felcsúton, itt lemegy az ember az agyáról. Tényleg be kell fejezni. Még a templom udvar is térköves. Beszarsz! Öcsém, beszarsz! De az egész telibe van térkövezve, mondjuk. Nagyon szépen nézett ki. Járom, milyen kurva jó. Na, itt van dicső nemzeti kincsünk, a Pancho Arena, vagy mi a faszom ez? Puskás Akadémia. Jó. Pancho Arenával nagyon mellé lőttem. Jaj, itt egy nagy fekete Audi, Jézusom, óvatosan, mert nem ám aztán ez meg kormányzati autó. Már úgy megijedt tőlem, hogy majdnem lement a izé patkára. Ennyire ijesztő lennék. De azért én a sávomba maradtam, nem húztam át, hogy megijesszem. Aztán lehet, hogy csak védett személy volt vele, aztán inkább védte a személyt, és nem az, hogy megijedt. Gyerek. Szerintem én most ebben az egy utolsó, mióta megy a felvétel. 7 perc ebben az elmúlt 7 percben őszintén elfeszítettem a húrt, hogy vagy túlfeszítettem, hogy mondják ezt. Túlfeszítettem, ugye? Még körforgalom is lett? Hát én beszarok. Újház centrum, építőanyag kereskedés. Most itt tudtam volna mit mondani, csak nem akartam szegény újházasokat belekeverni itt a dolgokba. De hogy, na, a térkőre gondoltam, hogy honnan lehet a térkő itt a faluban. De nem akartam mondom az újházasokat, mert ők mindig jó fejek, akármelyik újházcentrumban megyek. Nem akarom én őket belekeverni semmilyen hülyeségbe. De egyébként meg tényleg, aki közel van a húsos fazékhoz, ezt használja ki. Ebben az országban nagyon más, hogy úgyse lehet üzén érvényesülni, úgyhogy én azt mondom továbbra is, hogy nincs ezzel semmi baj. Csak figyeljünk oda másokra is, hogy ahova már egyszer jutott, meg közel volt a húsos fazékhoz, akkor gondoljunk másokra is azért, hogy oda is azért valamit csurancsunk, cseppentsünk már. Léci ma. Így, hogy léci ma. Na, azt akkor... Egyébként nem is olyan szar az a 811-es. Én rosszabbra emlékeztem valahogy. Nem tudom miért. 100 méter múlva forduljon jobbra, előre haladjon a jobbsávon. Navi már sípol, hogy zsa jobbra. És mi mindannyian tudjuk, hogy ebből semmi nem fog megtörténni. Mert ott a tábla zsa balra. Ott a tábla, ott a bánya. Nagyon rímes, de inkább rémes. Ez meg kanyar, baszki! Jézus! És... Hát a spáros kamionok gondolom már kitaposták jobbra, de én meg taposom balra. Így, ni.
Szerintem itt azért nincsen tiltás erre, és terel fel az M1-esre, mert itt a Tatabányáig nincsen semmi település. Mondanám, hogy inkább Tatáig nincsen, vagy Vértesszőlősig nincsen semmi település, de Tatabányán, ahol fel lehet menni a Turulhoz, sőt, még előtte, de ahol a Turulhoz fel lehet menni ott is, ott tulajdonképpen egy pár méterre bemegyünk a városba. Kimon a Tatabánya eleje, aztán a végetábla. Meg itt előtte a Szárligeti elágazás környékén is. Utána nem sokkal a Szent István úti buszfordulónál. Úgyhogy tulajdonképpen végül is ott van Tatabánya, de ott ugye nagyon lakóházakat nem érintünk meg. Semmi egyéb dolgot, ahol zavarnánk a helyi forgalmat és a lakosokat. Úgyhogy a tökön menjen körbe az M1-esen. És erről a 100-asról, bocs, 1-es főútról meg ugyanott fogok lejönni, ahol majd a az M1-esről, csak kicsit előrébb. Na, én meg itt kiteszem és kiveszek egy szünetet, egy 30 percest. Úgy döntöttem, hogy délután fél egykor most már én is megérdemlem az ennivalót. Aztán majd még kitalálom, hogy mit eszek. Jó gyerekek, a SZÜV épületét is hogy felújították. A került ki Véda, ide a Táncsics kert alja, Galpárhuzamos szakaszra. Mindig 100-ast akarok mondani, mert 100-as volt régen, de 1-es. Jó, mindegy, 100-as mondok, mert azt szoktam meg. Ti meg értsétek ez alatt az 1-es főutat. Benéztem a Zöld-dombi dűlőbe is, ma már az is utca. Megy álma. Ami csoda? Nosztalgia faktor az. Nosztalgia faktor az megy. Megnéztem a Pécs Antalt is, ami már ugye nem Pécs Antal, hanem már mit tudom milyen, milyen összevont, izé év alatt fut. Oda jártam középsuliba. De jó is visszagondolni rá. Azt szerettem. Ez jó volt. Hű, ezt a szakaszt is itt felújították. Bámulat. Ide balra építenek valamit. Kerivel szembe. Zavart őket a füves plac. Kellett valami ízé, mi? Ház oda. Azért így ennyi év után mindig örömmel nézek vissza egy kicsit-kicsit. Ha nem is sokat, de egy lehelletnyit. Wow, és ez a szakasz is megújult, pedig ezzel nem is volt úgy sok probléma. Legutóbbi emlékeim szerint. Emlékszem, postás autóval mindig egyenesen elmentem is a Skoda szalon felé. Lecsaltam az ipari park fel az utat, de ezzel az autóval azért lehet nem kéne arra lemenni. Ennyi a gázol, 6-17. Hopp, itt a Volvo. Így a régi buszvég így néz ki. Ejj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 
parkolópacra. Forduljon jobbra. Húznak fel. Vagy akkor lenne valami parkoló, izé, mint ahogy elnézem itt. Srácok, ebből a izében nem lesz semmi. Régi buszvégállomásból. Értelmes, úgy értem, hogy nem lesz semmi értelmes.
Na, múltkor onnan jöttünk, ahonnan a Gebrüderes autó jön, aztán mentünk jobbra el. Senki többet harmadszor jövök. Azért benne van a szokás az emberben. Még a besorolás is úgy, mint régen. A Gelbmannéknál is milyen szép épület lett. Múltkor ezt nem is néztem. Ez nem bírok beszélni. És kimény csak baszol indexelni normálisan. Hát Audival miért is vártam mást. Hopp! Hol? Hol vinnyog? Nem látom. Na mindegy. Elhalkult. Azért mindegy csak, egyébként nem lenne nyilván mindegy. Közelebb már csak Sárikám van. Hadd lássa ő is. Bár neki nincs hozzá fűződő emléke. Ő ekte horvátsági lány. Szóval annyira nem is biztos, hogy ilyet ezt értékelni, de mindegy. Nézzük inkább, hol tudunk bemenni a Grundfosshoz. Grundfos, nem tudom. Fehérváron ott, ahogy kijöttem az első lerakóról, az arra a 7-es-8-as közös déli elkerülőre, ott volt szemben a másik oldalán egy Grundfos. Ó, mondom, hogy miért nem oda tud menni ez a cucc. Már csak azért, hogy akkor nem kellett volna ezért külön kijönni, mert a következő lárakon meg Pesten van, azt akkor, hogy végigvertem volna az M7-esen, és még lehet, hogy a Ceglédit is elértem volna, de háromig van Cegléden áru átvétel, úgyhogy... Híja! Miért szokták a kamionok így szétbarmolni az út szélét? Hát itt bőven el lehet férni, ne arra gudjatok gyerekek, még felhúzott első bogi tengellyel is. Na mindegy. Na, itt is mi épült ide jobbra, azt a mindenit. És 13:30 van mi, műszakváltás lesz, vagy volt. És meg pont most érek ide, mi? Ó, de kurva jó. Itt leszünk egymás hegyén hátán.
autókkal, buszokkal. Meg akkor gondolom, most a kamionokat se szedik, akkor gondolom azok is torlódni fognak. Fönek. Ja, itt az Aptiv, ezt mondtam múltkor, hát tököm tudja, hány neve volt ennek a cégnek. Fú, volt ez már Delphi, meg előtte is volt valami másik neve, ki tudja. Nekem meg közben tájékozódnom is kéne. Látogató, recepció, dolgozó, dolgozó. Ez nem a nekünk kellő sztori. Ó, már egyenesen is tovább építették az utat. That's okay. Na, pont jó. Kamion még följebb volt. És nem, ez még a dolgozói parkoló. Ez... és a dolgozói parkoló, és akkor ott kell bemenni szerintem. Itt te! Ez így, 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 így. Azaz, bejövő. Ejövő áru, azt írták, hogy ejövő áru. Úgy akartam kezdeni, hogy egy csodálatos nagy panoráma, de hát mire az a retkes GoPro bekapcsolt. Most a hangot nem hegesztettem össze a telefonnal, nincs jó hangminőség. Pesten erre nekem nincsen érkezésem. Konkrétan itt a Budafoki úton, vagy nem tudom ez melyik út, Albertfalva mellett, a hatosok, hogy jön befele. Előjelezve táblázott lófasz. Már bocs, csak muszáj volt szakszerűen kifejeznem magam. Egyszer csak ki van hajítva az 50-es tábla, aztán dír útszűkület 200 méter vagy 300. Ja, végül csak 70-nel jövünk, srácok, nem számít. Két sávon, azt a szűk beszűkül egyre. Azt lesz, hogy jössz kamionnal 70-nel, neked mellett megérkeznek. Mindegy. Megoldottuk azért, srácok, jó van ez így. Értem, hogy kell a felújítás, csak mondjuk, hogyha 70-nel repesztenek az autók befele. Előre haladjon a jobb sávban. Akkor lehet, hogy adni kéne időt, hogy besorolkodjon mindenki. Hát én nem értek hozzá. 400 méter múlva a jobb oldali sávban haladjon. Na mindegy. A jobb oldali sávban haladjon. Nem lehetne, hogy itt lerakom a kamiont a Savoia Partnás 17-es villamosra, tovább megyek. Én Pesten úgy szoktam közlekedni. Lerakom az autót itt a Savoia Partnásztán. 17-es villamosra mindent el lehet intézni. Nyilván amit nem, azt meg átszállásokkal el lehet, szóval el lehet. Intézni. Busz letolja, az szép volt öreg. Az konkrét. Már engem is úgy előzött meg, hogy így nyilgázon a belsőből. Jaj, jaj, jaj. Bocs.
jó van. Azért nekem meg már 3:30 van, lehet lekirakolni még ma. Az a baj, hogy a henger valami úton nem tudok éjszakázni. Habár, ha a cég azt megengedi, hogy az ő személyautós parkolójába betegyem, én itt alszok, leszarom. Hallgat, Peti, akkor megyek hozzád, fölnézek. Így kell magunkat meghívatni. Hivatlanul beállítani valahova. Nem, dehogy is nem mennék föl. Most itt van 3:30. Mire átgumnizok izére. Ógudára, oda az északi részre. Azzal elmenne legalább, hát szerintem 40 perc biztos. Habár reggel 8-ig lenne idő. Valami éjszakai busszal visszajönnék aztán. Emeljünk, Peti, beiszunk, bebűnözünk. Előre haladjon a jobb. Ha, azt ott áll a fogyatékos. A busz meg ott áll mellette. Még én a buszsofőr helyébe azért lehet megfogódni, hogy nagy ökér. Hát azért érdemes volt tolni, mint ez a kör, baszki. Utasokkal teli buszt. Azt akkor miért vannak ilyen okádék véleményen a kamionsofőrökről? Hát, vajon miért? Ki tudja, mi? 300 méter múlva forduljon jobbra, majd forduljon meg, amikor lehetséges. Biztos nem az ilyen nagy halott kamionosok miatt. Hova gondolsz? Elképzelhetetlen. Ide jöttünk, ez a Fradi színű. Forduljon jobbra, majd forduljon meg, amikor lehetséges. Ó, bazd meg. Csí, hát itt micsoda nagy izé épült. Ez mi ez? Port, bistro, café, electro outlet, mi a mi irodaház? Itt is! De jó. Ami új szerzemény lehet, mert a Google utcaképen még nincs rajta. Ah, és kim van a többetű, mi az? Zsák utca. Jobbra be kéne menni a barna ajtón belőle, mi? De jó! Na, mellettem elférnek, aki be akar ide jönni. Hát fiúk, lányok, beszoptam. Délután 2:00 volt áru átvétel, 3:30 van. Mondták, hogy... Úgyhogy... Hát akkor megyünk ki, keresünk valami helyet. Jobb híján. Ágyványos sávban haladjon. Aztán most Könyves Kálmán körül, meg a Gyáli úti felüljáró. Jaj, azon keresztül végül is ki. Gyáli út, Nagykörösi út. Osszoszi! Bemegyek a Váberershez. Mit szóltok? Van hely szerintetek? Na, hogy van? Saját autóiknak se volt hely, amikor ott dolgoztam, nem kell egy idegennek. Azt a kurva! Ez milyen? Amúgy ott maradhattam volna az utcába, ha nem lenne tele, de ez a buzi irodaház megépült. Hát boldog-boldogtalan oda jár. Tele volt minden. Pedig tök jó felkaportás, hogy mondta, hogy persze, sima ügy, jöhetsz, mehetsz, azért pisik, aki bármi kell, szóljál, csönges, engedlek. Úgy, nektek egyenesen megy a sávotok, srácok, aztán sorogtok be balra. Ahogy a kamion csinálta, csak majd a személyautós
aztán nem. Jaj, a Ferencvárosi vasútállomás. De kár, hogy itt sem tudok megállni. Még lenne elintézni való. 400 méter múlva térjen el jobbra. Ha még itt van az a... vasutas nyugdíjpénztárnak az irodája. Vagy már nem itt van, nem tudom se. Megírták a levélben, amit küldtek, hogy jó von tagdíjat fizetni. Mert ugye kéne ilyen önazonosítás, hogy tököm ez a pénzmosás elleni fizfasz, amit már hosszú évekkel ezelőtt meg kellett volna csinálni, csak sosem értem rá, és sosem volt időm, hogy feljöjjek. De nekem Budapest kiesik mindentől. Amíg ott... szóval, amikor meg itt vagyok, akkor meg nagy autóval vagyok, itt látjátok, akkor meg ez már nem kompatibilis az ügyintézésekkel. Habár amúgykor fönn voltunk Katával kétszer is, mind a kétszer elintézhettem volna, de hát... akkor elfelejtettem egyrészt, másrészt meg hát... 8 hónapos terhesen ne bumlizon itt Pesten, ha nem muszáj, minél előbb rendezzük el a dolgainkat, és a többi, és a többi. Reggel 4:11 van. Azért Pesten nagy nehezen lerakottam, vásároltam is. És akkor azt hiszem ment reggel a fel, mit tudom én már. Franc sem emlékszik, mi volt itt reggel. Közben ideértem Ceglédre, hát nem lesz a kedvenc városom, aztán most látom. Bocs. Vagy nem olyan egyértelmű itt minden, vagy csak én vagyok hozzá túl fáradt. Nyilván az itt lakóknak tök egyértelmű minden. De nekem valahogy most nem az. Na, itt legalább ki van táblázva, hogy 4:41 jobbra. Bár én úgy tudtam, hogy ez 3:31. Mindegy. 300 méter múlva forduljon balra. Vagy csak idáig volt 3:31, és innen Kecsóig 4:41. Forduljon balra. Az igen. Forgalomtól elzárt terület nagyobb az ki, mint a kanyarodósáv. Ehhez azért tudok gratulálni. Így maradj. Elférünk. A kislány kijött a Skodával. Kifér-e, vagy nem fér-e. Aztán meglátta, hogy jön a kamion. Érkezek kamionnal, és akkor egyből szólaltott vissza, de mutattam neki, hogy nyugi, elférünk. Mert mögötte megjött a másik autó, aztán nagyon akartam, hogy itt összecsattanjanak. Hú, bazd meg, ekkora lacra nem bírsz bazd meg beállni az a Clio-val. Azért ez egy nehéz szülés volt, látom. És lebaszt a keresztbe, öcsém, és ez jó van, kész. Hú, te Istenem! De ha én csinálom ezt, akkor már rögtön habzik a szája mindenkinek. Vagy a nyakamon a rendőr, hogy... Mi van? Hozzáteszem, múltkor Kanizsán a rendőr úgy fölparkolt a járdára, mint annak a rendje. Mindenféle... megkülönböztető jelzés, meg izé nélkül. Én értem, hogy intézkedni jöttek, de hogy... babakocsival meg majd repülök, nem? Na, neki tolod akkor az rongálás, meg még ráhúzza, hogy hivatalos személy elleni erőszak, vagy hivatalos eszközállomány elleni erőszak. Meg a faszom tudja.
Ez ilyen lesz Kecskemétig? Na, akkor ez kurva szar. Bár 102-esnél minden jobb. Még az 52-es is. És már hál' Istennek csak izé van vissza. Szeged. Úgyhogy lassan-lassan haladunk. Hát azért ez a... Jobb oldalon nincs is vonal, baszki. Ez a ceglédi lerakó, ez azért nem volt olyan egyszerű. Miért akar engem mindenáron Csemőnek elvinni a Navi? És Lajos Mizsénél menjek fel az M5-ösre? Akkor se. Jobbra, kösz a figyelmet. Ja, szóval ez a lerakó is olyan volt, hogy kamion csak be, aztán tolatni ki. Szóval egyszerre megérkeztünk hárman kamion, meg négy furgon, ő kurva jó volt. Tolatgattunk jobbra-balra vissza az utcán kifele, mert amúgy ez nem volt egyértelmű, hogy most ez mi, hogy hogyan működik. Tegnap sem mondta senki. Hát mindegy, végül is megoldottuk. Hát Szegedet csak így épp, hogy érintettem. Jó fejek voltak. Hát ezen beszartam. Körülbelül kis telekúta jöttem a pályán a kocsijuk mögött. Aztán ő itt bekanyarodott a kis utcába, és úgy jött le ide a céghez. Úgyhogy végülis nem utána jöttem mégsem, mint ahogy azt Instán posztoltam. Gondolkodni se kell, csak bejönni. Forduljon jobbra. Mert... mégis jöttem inkább a Navi után, mert ugye én nem tudtam, hogy ő most ott a kis utcába azért megy be, mert ő egyébként amúgy rakodni megy és behoz valamit ide a céghez, alapanyagot, vagy mit tudom én, vagy miért megy be. A lényeg az, hogy eljöttem erre, de aztán végül is ő is erre jött, aztán szembe találkoztunk. Itt a cég előtt pont, ugye ő fordult valami a balra nagyében, jobbra kisébben, aztán inkább villogtam neki, mondom, menjen be ő előbb, mert neki vélhetően a portán nem kell megállni, nekem meg azért csak-csak jelentkezni kell, hogy hello, hello, szavasz, hello. 300 méter múlva forduljon jobbra. Ja, kollégiumi út, kifordultam erre a vonógyári útra, aztán itt meg jobbra el baja fel, és tulajdonképpen meg is érkeztünk a dolgokba. Forduljon jobbra. Na, hogy célirányosan vagyunk. Srácok, 2,5 perc. Sokkal több időt a cégnél se töltöttem el, tehát 20 percet levették az 5 raklapot, ebben benne volt papírozás, kiponyvázás, beponyvázás, létezés.
meg előkészültem a felrakáshoz is, úgyhogy septibe mentek a dolgok, hál' Istennek, jó gyorsan, ügyesen. Az a baj, hogy nem sem látszik semmi a felvételen. Na, azt akartam mutatni, hogy itt a meccsekben még hó van. Na most a 66-osról jövök el Kaposvár felé, nem a 67-es Szigetvár-Kaposvár érintésével, hanem erre. 66-osról jöttem, kipróbálom ezt. Hát, ha kevésbé szarabb, mint a 67-es. Ugye a hála a volánnak, ráérünk a semmi közepén 50-nel pücskörészni. Mégis van időnk mindenre. Na, azt a lényeg az, hogy hó van még a meccsekben. Múltkor otthon 10-valahány fokok voltak, meg össze-vissza mindenfele. Itt meg nem csak a földön van a hó, de még fenn a fákon is, basszus. Látszik, sajnálom, úgyhogy én el is köszönök tőletek, ez a videó, ez ennyi lett volna, Belföld. A nyugalmam az megvolt egész nap, egészen addig még le nem értem Mohács a mofához, hogy szokásos módon 3 óra balfaszkodása semmire elment. Hál' Istennek így munkaidő túlépésre fog beérni Kanizsára telephelyre, csak hogyha a hétvégén haza akarok érni, akkor kénytelen vagyok munkaidő túlépésre bemenni a telephelyig legalább. És akkor én 9 óra 50 valamivel meg is állok vezetéssel. Ez van, ez a szakma erről szól, más elbassza az idődet, utána te meg oldjál meg mindent. Azért írjátok már meg kommentbe, hogy ti is jártatok-e már így, hogy mentetek, pörögtetek, tök jó időt futottatok, aztán egyszer csak valahol elbaszták az időt, aztán nektek kellett utána megváltani a világot. Kíváncsi vagyok, hogy csak én nekem jut ki ezekből a hülye helyekből, vagy más is szopik azért rendesen. Mondjuk azért az kár, hogy nem nappal van, mert így a meccsekben ezt a tekercölődést, ezt így nézegetném. Dükkban a kamion, hogy parkol. Na, jó van, puszipá! Majd Tali a kövi vidi egyszer, valamikor.